A Virginia Tech Egyetem sorhátvédje, Andrew Motuapuaka a futballcsapat védelmének egyik kulcsfigurája. Ígéretes jövő várhat rá a Nemzeti Ligában. De egy pár éve félő volt, hogy eltékozolja a futball karrierjét. Lányokkal kavartam össze-vissza. Minden hétvégén ittam, elkezdtem cigizni. Csak jól akartam érezni magam akkoriban. Andrew és családja eredetileg Tongáról származik. Ez egy kis szigetcsoport a Csendes-óceánon. Az édesapja katona volt, és Virginia Beach-re költöztette a családját, és Andrew már itt járt gimnáziumba is. Bár keresztény szellemben nevelkedett, ő maga sosem fogadta be Jézust a szívébe. Szülei mégis mindig az ima fontosságát hangsúlyozták. Emlékszem, kisgyerekkoromtól fogva a szüleim, a nénikém, a bácsikáim mindig mondták, hogy sose feledkezzek meg az imádkozásról. Az imádkozást mégis elfelejtette, amikor az egyetemre ment egy futball ösztöndíjjal. Egyetemi sportolóként hamar belevetette magát a bulizásba. Másodévesként Mike sorhátvédő tartalékosa voltam. A srácokkal együtt iszogattunk, cigiztünk, meg hasonlók, és nem találtam ebben semmi kivetnivalót. Úgy érezted, mindent megkaptál, amit szerettél volna? Egyáltalán nem. Persze abban az időben azt éreztem, hogy ez igen, ez így jó. De sohasem éreztem belül igazi elégedettséget. A 2015-ös szezonban Andrew kezdő sorhátvéd lett, miután a csapattársa megsérült. A világ tetején érezte magát, mindaddig, amíg a szobatársa mondott neki valamit, ami aztán hónapokig kísértette. Azt mondta, hogy álmában én és egy csapattársam balesetet szenvedtünk, egy nagyon komoly autóbalesetet. Minden alkalommal, amikor rágyújtottam, ez forgott a fejemben. Valamiért aztán mindig azon agyaltam, hogy súlyos autóbalesetem lesz. Andrew állandóan attól rettegett, hogy elveszíthet mindent, amiért dolgozott, nem beszélve az életéről. Abban az évben a téli szünetben a nagybátyjával a közeli Richmondba akartak autózni, hogy megnézik a húgukat röplabdázni. Andrew viszont félt autóba szállni. Elkezdtem sírni. Kértem a bátyámat, hogy jöjjön be, mert nem akarok menni. Sírtam, és azt mondtam neki, hogy én nem élek rendesen. Nem is imádkozom. Arra sem emlékszem, mikor tettem ezt meg utoljára. Ő akkor azt mondta, hogy akkor imádkozzunk együtt. Miután imádkozott a bátyjával, Andrew érezte, hogy valami megváltozott, de nem tudta, mit kezdjen ezzel. Így amikor visszament az egyetemre, visszatért a régi szokásokhoz is. De ezúttal valami más volt. Kétszer is rágyújtottam. Másodszor szó szerint azt éreztem, hogy szívrohamom van. Aztán meghalok, és ennyi volt. Elment az egyetem sportlelkészéhez, Dave Gittinshez. Ő mit mondott neked? Ő azt mondta, hogy Isten kegyelme mindennél hatalmasabb. Mivel továbbra is kereste a válaszokat, elment egy bibliai iskolába, a Cross Trainingbe, ami a Keresztény Sportolók Egyesületéhez csatlakozik. Az egyik felszólaló a Jézus Krisztusban való örök életről beszélt. Elmondott egy imát, majd hozzánk fordult. Ha valaki nem biztos abban, hogy a pokolba vagy a mennybe jut, akkor az alkalom után menjen oda hozzá. Én nem voltam biztos benne. Andrew az alkalom után beszélt a felszólalóval, aki megkérdezte tőle, tudja, hogy a mennybe tart-e. Habogtam, hogy azt hiszem, a mennybe megyek. Ő meg erre, nem, tudod-e biztosan, hogy oda jutsz? Én azt mondtam, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. Ekkor értette meg Andrew, hogy mit kell tennie. Eldöntötte, hogy átadja az életét az Úrnak. Azon a napon vallottam meg a számmal, és hittem a szívemben. Andrew már érti, hogy a védelem több, mint ami a futballpályán van, mert miközben ő a pályán véd egy támadást, addig Isten védelmezi őt a pályán, és azon kívül is. Az Efezus 6 van a karkötőmön. Mindennapi katona. Efezus 6. Ez minden nap emlékeztet, hogy vegyem fel a szellemi fegyvereket. Ez pont olyan, mintha a futballpályára mennék ki. És nem lenne rajtam a sisak, vagy belemennék a játékba stopli, vagy térdvédő és hasonlók nélkül. Nem érezném magam jól a pályán ezek nélkül. Így ez a karkötő emlékeztet minden nap, hogy vegyem fel a fegyverzetet, és álljak készen. Minden nap emlékeztet, hogy fel kell készülnöm.